Egy hete folyik a tüdőszűrés Balatonfüreden ebben a mobil szűrőbuszban, amely korszerű digitális röntgennel van felszerelve. Hazánkban jelenleg 13 ilyen egység üzemel. Februárban mindig itt a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ épülete előtt várják az embereket. 2016 óta élhetnek a helyben szűrés lehetőségével a fürediek, így nem kell a veszprémi tüdőgondozóba utazni. A 70-es évek végén élte fénykorát a hazai tüdőszűrés, akkor a lakosság 95%-a vett részt a vizsgálatokon. Miután a kiépített tüdőszűrő hálózat elérte célját és jelentősen csökkent a TBC megbetegedések száma, fokozatosan átalakult a szűrővizsgálat szerepe is, mert hogy más egyéb betegséget is felfedezhetnek vele. Egy rendszer felépítésre került egy betegség legyőzésére, és ez jól is működött, tehát a TBC Magyarországon ma jelenleg nem okoz olyan mértékű egészségügyi problémát, tehát a nyugat-európai incidencia szintet érjük el. De természetesen egy ilyen röntgenfelvétel nem csak erre való. Sok minden a tüdő szerkezetében mutatkozó elváltozást lehet kideríteni, szívbetegségekre lehet fényderíteni, egyéb mellkasi izom, illetve gerinc problémák mellett. A daganatos betegség a másik, ami egy jelentős ok. Egy szűrővizsgálatnak, hogy ténylegesen effektivitása legyen, ahhoz megfelelő számú betegséget kell felfedeznie. Nagyon sokan, tehát évente mintegy 1000-1500 tüdődaganatos beteg ilyen tüdőszűrő felvétellel kerül kiemelésre, és azt lehet mondani, hogy ők kedvezőbb betegség stádiumba kerülnek ilyen esetben orvos elé, és így sokkal kedvezőbb a gyógyulási esélye, tehát ez mindenképpen egy fontos hozadéka a tüdőszűrésnek. A tüdőszűrést minden 40 év feletti embernek ajánlják a szakemberek, különösen dohányzás esetén. A Farkasgyepű működő tüdőgyógyintézetben jelenleg a hagyományos gyógyászati ellátás mellett COVID és post-COVID betegeket is kezelnek, tudtuk meg a főigazgatótól. Az intézetünk a COVID pandémia kapcsán, ami hát lassan most már 2 éve tart, a megyében az egyik COVID ellátó hely, enyhe és középsúlyos COVID betegek ellátására vagyunk és voltunk felkészülve, és jelenleg is az egyik osztályunknak ez a profilja, ott COVID betegek kerülnek ellátásra. Másik két osztályon pedig folyik a klasszikus pulmonológiai ellátás, amiben az egyéb aszma, krónikus őrkurút és tüdődaganatos betegeknek a kezelése tartozik bele, és hát a rehabilitáció is természetesen, amely sajnos ebben az időszakban nem tud úgy működni, mint ahogy a pandémia előtti időszakban tudott menni, és jelenleg a rehabilitáció inkább a post-covid betegeknek a kezelését jelenti. Nekik próbálunk segíteni, amiután átestek az aktív fertőzésen, tehát ugye ez egy úgymond gyógyult állapotban vannak már, minél maradandóbb tünetek, illetve maradvány tünetek nélkül próbáljuk segíteni felgyógyulásukat. A balatonfüredi szűrésre február 25-ig van lehetőség. Keddenként, csütörtökönként és péntekenként 8:20 és 18 óra 15 között tart nyitva a mobilállomás. 12 és 12:45 között ebédszünettel.